Sziasztok, mindenkit üdvözlök! A 75000-es gamer konfigurációm után úgy gondoltam, hogy megpróbálom még lejjebb szorítani a keretet és előrukkolni egy 60000 forintos gamer konfiggal. Mivel már így is a minimum alá vittük az árat, így nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy újonnan szerezzük be az alkatrészeket, viszont biztosíthatok mindenkit, hogy a használt alkatrészekből és az adott keretből ténylegesen kihoztam a maximumot, amit csak lehetett. Alaplap GA870A, revízió 3.1, gigabyte alatt. 8000 forintért tudjuk beszerezni az egyik kínálatban, és ebbe a lapba egy AMD Bulldozer FX 4100 processzor kerül bele, ami 3,6 GHz-en üzemel, egy 4 magos AMD-ről van szó. Tehát lényegében hiába a kis ár, nem alkuszunk meg a gagyi 2 magos processzoroknál, hiszen a mai játékoknak már alapelvárás a 4 magos processzor, így mindenféleképpen így kalkuláltam a dolgot. Videókártyából egy nagyon jót választottam ki, tehát tulajdonképpen én is meglepődtem rajta, hogy egy ilyen jó ajánlattal találkoztam. Tehát egy olyan hirdetésbe akadtam rá, amibe több videókártyát hirdet az illető, és én kiemeltem azt, amit én választottam. Tehát egy Asus GTX 570 OC DCU 2 top videókártya 15000 forintért durván, és volt olyan kedves nekünk az úriember, hogy még linket is adott róla, így én is bemutatnám. Tehát még szemre sem néz ki rosszul, a hűtése az egyedi, tehát nem kell rossz hűtésre számítanunk. Amíg a 75000-es konfigba egy GTX 480 került, addig itt egy még komolyabb teljesítményű videókártya kerül bele a számítógépbe, és mégis 60000 forintból jön ki a összkeret, úgyhogy higgyétek el, ennyi pénzért ez a videókártya és ez a konfig igencsak meg fogja érni. HDD VD 500 GB, SATA 3 7002-es merevlemez. Hátránya, hogy mindössze 500 GB, bár a 75000-es konfigban se került bele nagyobb tárhelyen rendelkező merevlemez. Előnye, hogy teljesen új, és mindössze 7500 forintba kerül. Keressetek jobb ajánlatot ennél a fórumon, ha tudtok. Memória, egy 4 GB-os modul fog belekerülni, a low profile felirattal senki ne foglalkozzon, a hirdető butasága, tehát ez a konfighoz 5000 forintért nagyon kifizetődő ajánlat lesz. A hirdetőnek meg talán el kellene gondolkodni azon, hogy ne úgy próbáljon eladni valamit, hogy hazugságokkal lekicsinyíti azt, amit szeretne továbbadni valakinek pénzért. Tápegységnek egy nagyon jó árérték arányú darabot választottam ki, tehát nyilván ez is használt, viszont egy Chieftec 450 wattos tápegység 6000 forintért nagyon megéri, tehát majdnem, hogy mint egy fél áron lehet kapni az új árakhoz mérten, és higgyétek el, azért ez nem a 6000 forintos tápegység minőség, amit inkább az ablakon kellene kidobni, mint sem betenni a számítógépbe. Gépháznak nem a legminőségibb darabot választottam ki, tehát nyilván egy ilyen keretösszegbe, ami szűk 60000 forint lesz, nem kerülhet bele olyan nagyon komoly gépház, tehát 5700 forintért választottam ki egy szemre való darabot, van átlátszó plexi oldallap. Képen látható, hogy nem az a nagyon tágas gépház, de a konfig az kényelmesen el fog férni benne. Mint láthatjuk, a HDD-nek is van úgymond igényes hely, tehát nem az a csavarral bebasszom a gépbe, aztán szevasz. A videókártya is jól el fog tudni férni benne, és van hely elül-hátul ventilátornak, tehát lényegében a gépház szellőzést is meg lehet vele oldani. Ugye lehet, hogy sokan úgy néznek a használt piacra, hogy ott biztosan olyan dolgokat kapunk, ami már félig tönkre van menve, tönkre megy. De vannak azért olyan korrektek az eladók, hogy ha tényleg megveszel valakitől valamit, és mit tudom én, kipróbálás után 2 napra tönkre menne, meg lehet azt beszélni vele, hogy
akkor mégis egyezzetek meg valahogy, mert nyilván nem véletlenül megy tönkre, az adott alkatrésze már eleve rosszként adta el, pont a megvétel után. Lényegében, mondom, 60.000 forintból ez egy olyan konfig, ami megszólalt, tehát első osztályú. Megnézhetitek a boltokban, hogy ennyi pénzből a profi szakemberek milyen konfigokat ajánlanak. Persze benne van, hogy használt cuccról van szó, de el lehet azon gondolkodni, ha ilyen kis pénzt szeretnénk, vagy tudunk rááldozni egy konfigurációra, hogy vajon megéri-e újonnan boltból megvenni a szart, vagy esetleg a használt piacon szétnézni, persze nem árt érteni hozzá. Fórumokon nem találkoztam kifejezetten olyannal, akik használt dolgokból állítanák össze konfigat, legfeljebb azt mondják neked, hogy gyűjtsél még rá, aztán ajánlanak valamit. Döntsd el róla, hogy jobb-e az én ajánlatomnál, vagy sem, szerintem nem fogod tudni, mert nem értesz hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!